Start! Start elindult a három évesek klasszikusa, Connolly's Red Mills Grove Eszterházi Miklós emlékverseny. Eternity Bárnak volt nagyon komoly problémája start előtt, galoppozott, és ezzel jócskának handicappelte magát. Éjjeli Hölgy viszont a fogadók nagy-nagy kedvence Fazekassal remekül kezd, és elmegy vezetni. Emerald érkezik mögé, illetve a másodfavorit Eternal Flame. Iszú startja ezúttal jól sikerült, bent a falon Emily Sandy játé, Enjoy is hiba nélkül. Eusebio viszont galoppozgat az első kanyar végén. Eusebio kiszállhat a versenyből, Eternity Bár viszont hatalmas lendülettel megérkezik, és gyakorlatilag visszahozza őt vissza a Schwarza versenybe. Lelassított egy picit Éjjeli Hölgy, ezt felgyorsítva Langyar Andor most már Eternal Flame-et tolja az ére, és ezáltal gyorsul a tempó egy körrel a végéről, tehát Eternal Flame most már vezet, Éjjeli Hölgy bent a falon, Emerald kívül Eastwood érkezik, Enjoy, Emily Sandiáti, Erzsébet királyné, illetve Eternity Bár és Ezüst fiú. Eusebio sincsen még a versenyintézőségi autó tanúsága szerint kizárva a versenyből, és meg is kapta a csatlakozás gyakorlatilag a pelotonhoz. Eternal Flame pedig mindeközben vezeti, tud az abszolút favorit Éjjeli Hölgyet megelőzve, Emerald a harmadik helyen gyakorlatilag ott van Eastwood társaságában, ők próbálnak közelíteni a vezető lóhoz, ez azonban nem egy egyszerű feladat, semmiképpen az ötödik pozícióban pedig egyelőre Emily Sandy AT-t láthatjuk versenyezni, abszolút középen megy, és hát a többiek sem nagyon tudnak onnan fölfejlődni, bármennyire is igyekeznek, most azonban megindulni látszik egy komolynak tűnő támadás, méghozzá Eternity Bár az, aki belerendült, miközben elugrotta magát Erzsébet királynő, úgyhogy ő kiszáll a versenyből. Akkor, amikor közelítenek az utolsó kanyarhoz, gyakorlatilag nem igen tudnak hozni Eternal Flame-en, mögötte ott van Éjjeli Hölgy, illetőleg a megérkező Eternity Bár. Eternal Flame vezet, azonban lépésről lépésre közelít hozzá a favorit Éjjeli Hölgy, és mögötte most már egyértelműen versenyben van az istálotás Eternity Bár hibája ellenére, a háttér pedig Szuluával még Inzsó is beleszólhat a győzelmért folytatott harcba. A finisre fordulva egyelőre ez a verseny a favoritokról szól. Éjjeli Hölgy, aki eddig mindegyik versenyét megnyerte, tovább tarthatja majd a veretlenségét, mert száznál Éjjeli Hölgy Fazekassal az élen, Inzsó azonban megérkezik, Inzsó lesétálja a társaságot Szuluával, micsoda hajrá Inzsó, az utolsó métereken, gála előadás, Inzsói az Eszterházi, és teljes prolongós házi befutó, mert Éjjeli Hölgy mögött Eternity Bár lehet majd a harmadik, Eternal Flame, és Eastwood a negyedik, ötödik helyen.